Az EU nehéz hónapokra készül az energiaszektorban. Az európai energiaügyi miniszterek hétfőn rendkívüli ülésen tárgyaltak az EU-s stratégiáról, miután Oroszország úgy döntött, hogy felfüggeszti a gázellátást Lengyelországnak és Bulgáriának. Az EU most azon dolgozik, hogy ősszel megteljen a kontinens gáztárolója. Jelenleg 32%-on áll, és Kadri Simpson energiaügyi biztos szerint bármelyik tagállam lehet a következő, amelyik elszenvedi az orosz energiacsökkentést. Ezzel párhuzamosan az EU a hatodik Oroszország elleni szankciócsomagon dolgozik, amely a fokozatos olajembargóra fog összpontosítani. Németország az egyik fő ellenző már beleegyezését adta. Két hónapos munka után elmondhatom, hogy Németország nem ellenzi az Oroszországgal szembeni olajtilalmat. Természetesen ez nagy teher, de készek vagyunk rá. Fel kell készíteni a csomópontokat, elő kell készíteni a csővezetékeket. Tehát az idő hasznosan telik, de más országoknak nagyobb problémáik vannak. A javaslatot az Európai Bizottság kedden terjesztheti elő. Az energetikai szakértő szerint azonban óvatosan kell kezelni a tervet, mivel az visszafelé sülhet el. Ha most az orosz olaj fokozatos embargóval történő szankcionálására törekszünk, akkor Oroszország azonnal azzal válaszolhat, hogy oké, okay, akkor leállítjuk a gázt. És nem biztos, hogy Oroszországnak ezt a stratégiai játékot megadni a legjobb megoldás az EU számára. Jobb, ha az EU azonnal vámot vett ki az Oroszországból az Európai Unióba érkező olajra és gázra egyaránt. Egyes országok embargó helyett büntető importadót követelnek az oroszországi energiára.